A szlovákiai Nagysároson a hagyományos Seris kupán tartotta bajnoki főpróbáját a nyíregyházi tekeklub együttese. A két csapatot indító NTK mellett a hazaiak is két csapattal neveztek, az ötödik részvevő pedig a szlovák első ligás Kassa volt. A nyíregyháziak végül két éremmel tértek haza a tornáról, amely jól szolgálta a felkészülést a szombati NV1-es mérkőzésre. A csapatversenyben a másik helyezésünk mindenképpen biztató, bár úgy gondolom, hogy a fa eredményünk az lehetett volna egy picivel több, de mindenképpen az egyéni eredmény, ami számunkra egy nagyon kellemesre sikeredett, ugyanis a Fehér Béla 633 fával megverte a hazaiak legjobb játékosát, aki csak 615 fát ért el, úgyhogy semmiképpen nem távoztunk így üres kézzel, és mindenképpen elégedettek lehettünk ezzel a csapatbeli másik helyezésünkkel, és ebből is látszik, hogy jó néhány játékosunknak még van mit csiszolni a játékán, hogy jobb legyen a csapat eredmény, de mindenképpen egy jó állomás volt ez a felkészülés szempontjából a következő bajnoki rajtra. A Szuperligától 5 év után búcsúzó nyíregyháziak célja az azonnali visszajutás a legmagasabb osztályba. Ezt már a Gyula elleni mérkőzésen tudatosítani szeretnék az NB1 keleti csoportjának csapataival. Hogy a végső célunkat elérjük, mindenképpen diadalmaskodnunk kell hazai pályán a Gyula ellen. Egy nagyon kis kellemetlen csapat fog hozzánk érkezni. Régi jó kapcsolatot ápolunk több játékosukkal szemben. Bízom benne, hogy a legerősebb összeállításban tudunk pályára lépni, és végre hazai pályán is egy biztató és nagyon markáns eredményt tudunk majd kiharcolni, itt elsősorban a csapatfa eredményre gondolok. Biztos vagyok benne, hogy mindenki játszani szeretne nálunk, és mindenki szeretné oda tenni magát minden jobb eredmény érdekében. Nagyon remélem, hogy csapatfába a 3400 körüli eredményt meg tudjuk ütni, akkor semmiképpen nem lehet problémánk a Gyula ellen sem, és ahogy elmondtam, hosszú évek után az NB1-be bizonyítanunk kell, és mindenképpen egy demonstráló csapatfa eredményt kell kihoznunk, annak érdekében, hogy a későbbiekben ne felvértezve jöjjenek ide Nyíregyházára a csapatok. A Nyíregyházi Tekeklub Gyula mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában.